A magyar koronát ábrázoló emlékzászlót kísérik a Honvédsuli Egyesület növendékei, valamint a megyei önkormányzat és a város vezetői. Ezzel kezdődött az az ünnepi ülés, amelyen a megyei és a város képviselői arra emlékeztek, hogy a kemecsei Miketz család nemes levelét éppen 300 évvel ezelőtt, 1717. január 8-án hirdették ki a kemecsén megtartott megyegyűlésen. Miketz Mihály, valamint felesége és 4 lánya saját címert is kapott. A Miketz család Kemecse egyik legősibb családja, és azt kell tudni a Miketz családról és a mai napról, hogy 300 évvel ezelőtt Kemecse településen egy kihelyezett megyegyűlés volt, amely megyegyűlés keretei között adták át a Miketz család részére a nemesi oklevelet, amelyet IV. Károly adományozott a Miketz család részére, és ennek a 300 éves évfordulónak az alkalmáról és tiszteletére invitáltam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlését, hogy ismételten ezen alkalomból tartsuk meg, és emlékezzünk el a történelmi pillanatra. Az ünnepségen a megyei közgyűlés által adományozott díszoklevél mellett a kemecsei képviselőtestület ünnepi határozatát is átadták a Miketz család Szabolcsi ágának utolsó, a városban született tagjának, Szalai Tamásné Miketz Anikónak. Legendás a Miketz család a vármegye múltját illetően, az egykori Szabolcs vármegyének helyi tisztségviselői voltak, főispánok, alispánok kerültek ki a soraiból, sőt országos méltóságok is, miniszter is adódott az ő soraikból. Erről a helytörténészek nyilván sokkal többet tudnak, különösen a kemecseiek, hiszen Kemecsé volt ennek a családnak az ősi fészke. A kemecseiek különösképpen gondozzák az ő emléküket. Az emlékzászlót a Honvédsuli Egyesületnek adományozta a megyei közgyűlés annak elismeréseként, hogy az Egyesület az elmúlt években megyeszerte több emléktúrát is szervezett.